95 milliárd forint, ennyivel jut több az önkormányzatoknak jövőre. Fél év után újra összeült a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlése. A rendezvényen a pénzügyminiszter elmondta, a magyar gazdaság erősen jött vissza a pandémiából. Ezt Varga Mihály szerint jól mutatja a 8,2%-os gazdasági növekedés, ami az első negyed évben az egyik leggyorsabb volt az Európai Unióban. Az energiaárak azonban megállíthatatlanul emelkednek, ez pedig a legtöbb önkormányzatot nehéz helyzetbe hozza, így Székesfehérvárt is. Cserpalkovics András polgármester kiemelte, a kormányzati többlettámogatásnak köszönhetően a brutális áremelkedés ellenére is biztosított az önkormányzat biztonságos működése. Egyértelműen választ kaptunk arra, hogy az energiahivatalon keresztül továbbra is e tekintetben támogatást és segítséget fognak kapni az önkormányzatok. Ez kulcskérdés, hiszen hogyha mondjuk a távhőt nézzük meg, a tavalyi gáz év vonatkozásában 5 milliárd forintért tudtunk beszerezni gázt, nagyjából ugyanabban a gázmennyiségben gondolkodva következő gázévre ez már 17 milliárd forint lesz. Ez egy olyan jelentős különbség és olyan jelentős, mondjuk ki, brutális áremelkedés, amit az önkormányzatok egyszerűen nem tudnának kigazdálkodni. A közgyűlésen szó esett például a közvilágítás árának kigazdálkodásáról is, hiszen az energiaárak növekedésével ez is plusz költségeket jelent. A napirendi pontok között szerepelt az uniós források igénybevételének lehetősége is. Cserpalkovics András hozzátette, ezek a támogatások számos fehérvári projekt megvalósulását is segítenék. Ezek fejlesztési, beruházási források, nagyon fontos lenne, hogy az országba és azon belül a településekre is megérkezzen. Nekünk is nagyon sok fejlesztésünk múlik ezen, úgyhogy én bízom benne, hogy közlekedéstől, oktatáson keresztül, környezetvédelemig, energetikáig erre ezek a pályázati források megérkeznek, és ezekre számíthatunk a következő években, és átgondoltuk Lázár miniszter úrral pedig az építési igazgatásnak a kérdését. Cserpalkovics András hozzátette, az MJVS továbbra is a legjobb lehetőség arra, hogy a nagyvárosi önkormányzatok közösen a kormányt is bevonva tárgyalhassák meg közös ügyeiket az egyre viharosabb háborús sújtotta időkben.